Azért sem, mert a Lombard vendégként mindössze egyetlen győzelmet ért el, és hát aztán vereséges sorozatát gyűjtötte be, illetve egyetlen döntetlent ért el, utána vereséges sorozatát gyűjtötte be, úgyhogy végül is ez Újpesten egy elég kellemes mérkőzésnek ígérkezett. Cseri, jó labda, kis Vojtek, középen ott van Pekovics, öngól, Korolovszki ért hozzá a labdához, Pekovics elől próbálkozott elrúgni a labdát, végül sikerült is, csak a saját kapujának hosszú oldalába. 0-1 a találkozó 7. percében. Igazi edzőmeccs hangulata van a találkozónak, ami azért elfogadható, mert végül is egy hónap múlva kezdődik a következő bajnokság. Herceg helyzetben, Balog rácsücsül a labdára. A legnagyobb újpesti helyzet maradt ki a 17. percben. Urbán, Pető, Herceg mellette, Pető ellövi, Balog. Legalább kísérlet a második félidő 5. percében. Pető tornáztatta meg Balogot, de csak gyógytorna volt. Bajkusa, középen ott van Pekovics, és hátul pedig jön Molnár, fölé lövi. 18. perc a második félidőben, Dvéri szöglete után, Urbán aztán megint Dvéri, Meggyesi teljesen tisztán visszateszi, mire várnak? Fabrizio élet. Bajkusa, Korolovszki szerzi meg tőle a labdát, Kunzó, ő is mehet, Kunzó helyzetben, Balogba lövi, Árki, a keze is hozzáért, mehet tovább, mutatja Hanyec. A kezezés nem volt szándékos, vagyis hát az első Balogé, igen, azzal mentette meg a góltól a Tatabányát. Meggyesi, Korolovszki, Lőv a jobb oldalon, eléri, Lőv nagyon gyors. Jól teszi középre, Galasek kijön Balogról. Másfél percen belül két akkora helyzetet hagyott ki az Újpest, hogy nem valószínű, hogy még kettő ugyanilyen lesz, vagy ugyanekkora. 21. perc a második félidőben. Urbán és Dvéri. Dvéri lövi el, Balog nagyon nagyot véd. Körülbelül a 8. újpesti szabadrugás volt veszélyes helyről, ez most veszélyes is volt. Dvéri. Kunzó csúsztatott, Urbán, Terék, épp hogy fölé. Fabrizio szabadrugás a második félidő 37. percében. Persze csak akkor, ha akarja. A közönség már szeretné, Fabrizio még nem. Most igen, Korolovszki. Terék, oda teszi Pekovicshoz. 7 méter, az túl nagy távolság volt. Terjék. Árki oda passzolja Lövhöz. Miért nem lőtt Lőv? Meggyesi. Galasek. Tamási átveszi. Lőv. Terjék gól. Egyenlít az Újpest. Ennél sokkal bonyolultabb akciót nehéz elképzelni. Minden esetre nagy-nagy erőlködés árán a második félidő 42. percében Terjék egyenlít.